Díszekkel, szaloncukrokkal, ajándékcsomagokkal, élelmiszerrel, roskadásig pakolt polcok. Minden adott a karácsonyi nagybevásárláshoz az egyik kiskereskedelmi lánc szekszárdi üzletében. Már csak a dolgozók hiányoznak, akik kiszolgálják a vevőket, feltöltsék áruval a polcokat. A Kereskedelmi Szövetség adatai szerint ugyanis a 6 legnagyobb áruházlánc most összesen 1000 munkakörre keres dolgozókat a hirdetéseik alapján. Ugyanennyi üres álláshely van üresen, mint egy éve, hiába emelték a béreket. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból pedig az derül ki, hogy tavaly 361 ezer embert foglalkoztattak a hazai kiskereskedelemben. Ez 2,1%-kal kevesebb munkavállalót jelent az ágazatban az azt megelőző évhez képest. A munkaerőhiány oka, hogy hatalmas a fluktuáció. Sokan elhagyják a pályát. Több áruházlánc nyugdíjasok és diákok foglalkoztatásával próbál enyhíteni a munkaerőhiányon. Tolna megyében is komoly gond a munkaerőhiány a kereskedelemben, mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az elmúlt 5 évben körülbelül olyan 1000 emberre csökkent a boltok, illetve az alkalmazottaknak a száma. Fischer Sándor szerint a kisebb településeken, falvakban van a legnagyobb gond, ahol nem csak boltos, de bolt sincs nagyon, a forgalom pedig alacsony. Vannak, ahol magasabbak a forgalmi mutatók, ennek a termelékenységnek is mondhatnánk, és ott, ahol bizony egy ilyen falusi kisboltban bizony a termelékenység, a forgalom alacsony, és az árukínálat is kevés, és ennek következtében a vevő is kevés, és nehezen tudja kigazdálkodni a munkaerőnek az árát. A Kereskedelmi Szövetség szerint bölcs döntés elkezdeni a bevásárlást már most. Idén a becslések szerint ugyanis a tavaly decemberi több mint 1000 milliárdosnál 3-4%-kal nagyobb rekordünnepi forgalomra számítanak idén.